51 éve a Románia ellen megnyert 3 mérkőzéses párharccal, a selejtezők után a legjobb 4 közé jutott a magyar labdarúgó válogatott az Európa-bajnokságon. A nagy sikert egy 4. helyezés követte az EB-n, és még ugyanebben az évben olimpiai ezüstérmet nyert a válogatott. A közvélemény túlnyomó része mégis csalódott volt. A magyar-román negyeddöntőt megelőzően 4 fős csoportokban rendezték a selejtezőket, és a kvártettek győztesei jutottak a legjobb 8 közé. A magyar válogatott Franciaországot, Bulgáriát és Norvégiát legyőzve jutott tovább. 1972. április 29-én rendezték meg Budapesten a magyar-román összecsapás első mérkőzését. A korabeli sajtó 2 testvéri ország küzdelméről írt, valójában a korábbi történelmi ellentétek és sérelmek miatt a tét sokkal nagyobb volt mindkét oldalon. A mérkőzések iránt óriási volt az érdeklődés. Ezt bizonyítja, hogy a bukaresti visszavágóra 400 000 szerettek volna jegyet váltani. A két ország összecsapása előtt korábban 10 magyar-román mérkőzés zajlott le, a mérleg elsöprő magyar fölényt mutatott. A mieink 9-szer győztek, a románok mindössze 1 döntetlen tudtak felmutatni. Ezzel együtt is szoros összecsapásra lehetett számítani, hiszen a román válogatott ott volt az 1970-es mexikói világbajnokságon, a magyar csapat nem. Ezért is gondolhatták úgy keleti szomszédaink, hogy eljött végre a revánsz ideje. A Népstadionban megrendezett odavágóra 68 000 néző volt kíváncsi. A román csapatban 2 magyar származású játékos lépett pályára, egyikük végül főszerepet játszott. Lajos Szatmárianu, azaz Szatmári Lajos kihasználta magyar nyelvtudását, amikor az egyik beívelésnél rászólt a menteni igyekvő magyar kapusra, hogy hagyja, és Vépi Péter hagyta. A teltházas összecsapás végül 1-1-es eredményt hozott. Ezzel az eredménnyel a román kapitány volt elégedettebb, Nicolescu így nyilatkozott. Az első félidő 20 perces nyomása alatt a magyar csapat kilehelte lelkét. Játékosaink megérezték, hogy lehet keresni valójuk. Bukarestben mi vagyunk az esélyesek, bízom a továbbjutásban. Az EB negyeddöntő visszavágója előtt a magyar csapatra még egy világbajnoki selejtező is várt, a tét az 1974-es világbajnokságra való kijutás volt. Válogatottunk a Málta elleni 3-0-ás győzelemmel hangolt a bukaresti visszavágóra. A május 14-i román-magyar mérkőzés különösen fontos volt az erdélyi magyaroknak. A Népsport újságírója kiemelte, hogy nyíltan szólhatott a magyar himnusz Romániában. Az emberek felhangosították a rádiót, a magyar himnuszt a stadionban is sokan énekelték. Ennél többet a tudósításból nem tudhatott meg a korabeli közvélemény. A Kádár rendszer a nacionalizmus bűnnek tekintette, Erdély magyarságáról nem lehetett beszélni. A 75 000 néző előtt megrendezett 2-2-es eredményt hozó összecsapáson a mieink álltak közelebb a továbbjutáshoz. Azonban 2-1-es magyar vezetésnél Kocsis büntetőjét Raducanu kivédte. Románia végül kiegyenlített, az idegenben lőtt gólnak akkor nem volt jelentősége, így 3 nap múlva újabb mérkőzés következett, ezúttal semleges helyszínen. Május 17-én Belgrádban került sor a mindent eldöntő 3. mérkőzésre. Illovszky Rudolf Szűcs Lajos posztjára meglepő húzásként a később begdöntőt is játszó Kü Lajos tette. Mindhárom találkozón magyar válogatott szerzett vezetést, így volt ez Belgrádban is. Kocsis Lajos találatára azonban 7 perccel később jött a román válasz, így ismét döntetlen volt az eredmény. 3 perccel a hivatalos játékidő vége előtt dőlt el a továbbjutás sorsa, a Népsport tudósítóját idézzük. A 87. percben Páncsit szabadított fel a magyar kapu előtt. Juhász Péterhez továbbított, a bal hátvéd a román kapu 16-osának előterébe küldte a labdát. A lapos labdát Kü átlépte, az Benéig jutott, a középcsatár az őt támadó 2 román védő között csinált egy cselt, majd legurította a labdát a nagyszerűen érkező Szőke elé, a jobb szélső 14 méterről laposan, élesen a jobb sarokba lőtte a labdát, amelyet a vetődő Raducanu csak Újhegyjel tudott érinteni.
Hazafelé a játékosok a repülőgépen végig énekelték az utat. A gép éjszaka fél egykor landolt a magyar fővárosban. A Ferihegyen több százan ünnepelték a Belgrádból hazatérő labdarúgókat. A csalódott románok a jugoszláv fővárosban felgyújtották a fából készült széksorokat. Más rendbontásról nem érkezett hír, a két ország kemény diktatúrája nem is engedte volna ezt meg. A magyar játékosok mindössze egy napot pihenhettek, nem sokára ismét együtt gyakoroltak, hiszen a válogatott Svédországban lépett pályára egy héttel később világbajnoki selejtezőn. Június 14-én eljött a várva várt nap. Ha a magyar-román mérkőzésnek a történelmi tényezők miatt különösen fontos szerepe volt, ugyanezt mondhatjuk el a Szovjetunió elleni EB elődöntőről. A magyar válogatott a számos elpuskázott helyzet mellett büntetőt is kihagyott, így végül 1-0-ás vereséggel ért véget a sorsdöntő összecsapás. A közvélemény csalódott volt. Legalább a futballpályán szerettek volna sokan győzelmet ünnepelni az országot 27 éve megszállás alatt tartó Szovjetunió legyőzésével. Történelem, politika és sport kéz a kézben együtt járt Európa ezen szegletében. Összességében megállapítható, azóta sem értünk el akkora sikert, mint 51 éve, amikor Európa legjobb 4 csapata közé jutott a magyar labdarúgó válogatott. Megvalósult a Batthyány Lajos Alapítvány támogatásával. Mennyit tud valójában a történelemről? Tesztelje tudását a Rubikon Próba online történelmi kvízjátékban. Érdekelné, hogy mit tud a középkori magyar királyságról? Vagy a reformkor és a szabadságharc történetéről? Tudná a helyes választ, hogy melyik középkori csatában harcolt a legnagyobb magyar hadsereg? Vagy hogy mikortól lett hivatalos nyelv a magyar? Kattintson a Rubikon Próba weboldalára, és tesztelje tudását. Rubikon-próba.com